Zsúfolásig megtelt a Győri Nemzeti Színház nézőtere. A 13. Győri Könyvszalon egyik vendége Frey Tamás volt, akit Simon Robert Balázs alpolgármester kérdezett. Az egykori televíziós újságíró új könyve mellett beszélt arról is, hogyan jutott el a másfél perces tudósításoktól a több száz oldalas regényekig. A másfél perctől most már eljutottam a, nem tudom én, három naphoz, és ebben nem egy reklámblokk van, hanem tulajdonképpen annyi, amennyit az emberek csinálnak maguknak, mert félreteszik, de érdekesnek kell lennie, hogy úgy újra kezünkbe vegyék. A 2015 a Megmentő és a Bankár folytatása. A regény a képzelet szüleménye is betekintést nyújt a következő évek Magyarországának kulisszái mögé. Az új kötetet természetesen dedikáltatni is lehetett a szerzővel. Frey Tamás azt mondja, aki ma szórakoztató regényt ír, annak a mozival kell felvennie a versenyt. Látni lehessen, nézni lehessen szinte a képzeletünkben, legyen egy belső mozi, ezt kell segíteni, elképzelni, tudni a helyszíneket, az embereket, az arcokat, de mégis hagyni a képzelőörönök helyet, mert ettől több, mint egy mozi, ahol ott a színész arca. Tehát egyszerűen ez egy belső mozi játék a képzelettel, ez a dolgom, hogy ezt segítsem. Frey Tamással Győri kávézójában is lehetett találkozni, ahol az írás mellett természetesen a kávék világa is szóba került.